Focimánia, ez a mai mottónk. Most, hogy majd minden korosztály visszatért, teljes kapacitással dübörög a munka itt a Puskás Akadémián, olyannyira, hogy nagy csapatunk ma este már az első bajnokiát játssza. Műsorunk sem pihen, a hőséggel együtt mi is berobbanunk a képernyőzökre. NB1-es csapatunk idén is Ausztriában edzőtáborozott. A játékosok és az edzői stáb mindennapjaiba pillanthattok bele. Vancák Vilmos új szerepben. Első csapatunk volt asszisztens trénere, immár az NB3-as együttesünk vezetőedzőjeként dolgozik. Ma sem maradtok ifjú Puskás tehetség nélkül. Saját nevelésű játékosunkat, az U19-es bajnok Somfalvi Bencét mutatjuk be. És végül megnézhetitek, hogyan zajlik egy méltán népszerű Puskás Akadémia körül. Egy új remény. Akár ez is lehetett volna első csapatunk mottoja a nyári felkészülés során, ám míg a csillagok háborújába ez bejött, Fornyák Zsolt csapata nem a reményre, hanem a munkára alapozott. A Puskás Akadémia FC július 8-án a felső ausztriai Bad Zell felé vette az irányt, hogy a lehető legjobb és legnyugodtabb körülmények között készüljön a csapat az előttük álló idényre. Tervek alapján dolgozunk, főleg a reggel edzéseket ilyen dinamikus edzéseknek tartjuk, de minden labdás, szóval mind a két edzés a labdáról szól, és a befejezésről és az akciókról, akcióvezetés, támadásvezetés, a délután edzések inkább technikai, taktikai edzések. Így terveztük, és persze a fő része az edzőtábornak azok a barátságos mérkőzések, amik még várnak ránk. Ahogy minden felkészülési időszakban, ezúttal is jó néhány ifjú akadémista csatlakozott a felnőtt csapat keretéhez az edzőtáborban, ahol már csak rajtuk múlik, hogy meg tudnak-e ragadni hosszú távon. Küzdjenek meg a helyükért. Most azt mondom, hogy 12 ember, aki frissen följövőbe volt az NB3-ból, a Csákvárról visszahozott játékosok, Kölcsönből visszahozott játékosok, plusz a fiatalok az U17-ből, 19-ből, itt nekik a lehetőségük. Én azt mondom, azért is figyelmeztetem őket, hogy küzdjenek, minden edzésen mutassanak maximumot, és rajtuk fog majd múlani, hogy kimarad az első csapat keretében. A csapat programjában napi két edzés szerepelt Ausztriában. A stábtagok között viszont akad olyan is, aki reggeltől estig szolgálatban volt. Egy edzőtábor általában reggel 7-től este 10 óráig. Én ebben az időtartamban bármikor bárkinek rendelkezésre kell, hogy álljunk. A masszázságyon folyamatosan váltották egymást a játékosok, és ez volt az a helyiség a szállodában, ami mindig nevetéstől volt hangos. Mindjárt szeretjük a jókedvet, humort, és ezzel talán jobban eltelik az idő is, mint hogyha komolyan vennénk a dolgokat, mert itt azért sok múlik, hogy jó a hangulat. A szomszédban sem lehetett panasz a jókedvre, ám a rehabilitációs szobában dolgozó masszőrök jóvoltából néha a fájdalommal is meg kellett birkózniuk a labdarúgóknak. Általában bírni szokták, de van, amikor próbálnak lemászni az ágyról. Van fájdalmas része, hát ugye az izmoknak a lazítása az néha elég fájdalmas tud lenni, elég mélyre szoktunk a szövetbe belemenni. Hát ilyenkor néhány perces komoly fájdalmakat él át a Joe. Joe-t 3 hónapja műtötték, belső oldalszak sérülése volt. Jelenleg lökéshullámmal és Game Ready-vel kezeljük, valamint masszázzal a műtét utáni hegesedést próbáljuk kicsit lazítani, és ezáltal mobilizálni. A rehabilitációs csapat remek munkájának is köszönhetően már nem kell sokat várni, és Nagy Zsolt is újra bevethető állapotban lesz. Válogatott játékosunk az ausztriai edzőtáborban már a pályára is visszatért, de természetesen a kondis edzések sem maradtak el. Most látom délelőtt a lábedzés Szilúval, ez egy jó 2,5 óra, délután egy 40-50 perc kardió, és hát előtte meg szoktam csinálni a felsőtestet, az egy jó óra nekem. Úgyhogy ez a napi 4-4,5 órám az úgy elteléti.
Nagy Zsolton túl a kapusok is legtöbbször a többiektől elkülönülve tréningeznek, de Joe-val ellentétben ők ezt egyáltalán nem bánják. Balajca Szabolcs kapusedző vezetésével háló őreink kőkemény edzésmunkát tettek le az asztalra Bázelben is. Fáradtak a fiúk, de nagyon jól beleállnak a munkába, ami nem csak fizikai felkészítésről szól itt az edzőtáborban, hanem kapustaktikai, csapattaktikai és még a technikai dolgokon is csiszolunk nagyon sokat. Én örülök neki, hogy egy ilyen jó helyre tudtunk kijönni, és így külön hagynak minket sokat dolgozni. Mikor legyünk fáradtak, ha nem most a felkészülési időszakban? Most van itt a munkának az ideje, úgyhogy ezután már csak úgyis frissülni fogunk. Még most az alapálló képesség megszerzésén van a hangsúly, de most már lassan rátérünk a technikai dolgokra is. Konditeremben is megyünk be, ott is ugyanúgy megcsináljuk a munkát, aztán tovább visszük a pályán. Itt nem az a lényeg, hogy pihenjünk, hanem itt a kemény munkát megalapozzuk a szezonra. Mindegyik kapus szeret külön edzeni, szeretek én is, de azért jó, amikor a csapattal együtt edzünk, és akkor kijönnek az igazi meccs szituációk. A napi két edzés és a közös étkezések mellett kevés szabadidő jutott a fiúknak, de a csapatépítő programok így sem maradhattak el az edzőtábor alatt. Idén a Segway-jel ismerkedtek meg Szolnoki Rolandék. Kisebb-nagyobb sikerre. Gyere, Pavel! Du, gyere, videó! Szállaszpont! Ma pedig éppen nem volt kéznél Segway, a pihenő időben is a labdarúgás állt a középpontban. A csapat nagy része ugyanis nem csak a pályán, hanem a játék konzolon is mesterien játssza a futballt. De halljuk, kik azok, akik a Puskás Akadémia e-sport csapatába is beférnének? Jussika nagyon jó, Brandon jó, Ominger Geri is nagyon jó, Grubelet az botrányos. Ominger mindig verem, azt azért nem mondjuk. Ajerbak szörnyű, Balu nem rossz. Ja, Balu az nem rossz, jó. De azért jó. Őt is el szoktuk verni. Korán alvóak vagyunk, és hát én mindenképpen. 10 óra körül alszom, Patyom egy kicsit még nyomkodja a TikTokot. Mellettünk a koliék sokáig fent szoktak lenni, néha ütöm is nekik a falat, hogy egy kicsit érezzék a törődést, de összességében odafigyelünk itt a terhelés után a pihenésre. Szolnoki Roland jó néhány felkészülési időszakon van már túl, így csapatkapitányunknak bőven van tapasztalata a külföldi edzőtáborok kapcsán. Azért azt tudni kell, az első pár nap és az utolsó pár nap az mindig nehezen megy. Amikor jön az ember otthon a családtól, vagy szülők, vagy barátnőtől, ugye nehéz, és ahogy közeledik ugye az, hogy vége a tábornak, azért az utolsó pár nap meg már mindig olyan, mint amikor idejössz, egy kicsit nehezebb, de ugye a modern technikának azért jó, hogy FaceTime-on kamerán lehet velük beszélni. Itt most ilyenkor ugye a legfontosabb az, hogy elvégezzük azt a munkát, amit a stáb kér tőlünk, és készen legyünk ugye az első mérkőzésre. Ha Messit is sikerült elszomorítania, vajon mire számíthatnak az NB3-as játékosok az új edzőtől? Erről kérdezzük Vancák Vidit. Just watch me. Vancák Vilmost alig ha kell bemutatnunk a magyar labdarúgás szerelmeseinek, sőt, maga a modern foci többszörösen megkoronázott királya, Lionel Messi is alig ha nem örökre megjegyezte a nevét. A 2005-ös barátságos meccsen az argentin válogatottban éppen debütáló világsztárt ugyanis egy perc után kiállították róla. Mindenki kijött a mérkőzésre a Messi miatt, aztán utána miattam egy percet játszott, meg kiállították, úgyhogy mindenki engem hibáztatott azért. Úgyhogy ezért is elnézést kérek, de hát igen, az egy élmény volt, meg tényleg hogy az ő játékos pályafutásában így bekerültem a történelmébe, az is egy olyan dolog, ami kuriózum. Hál' Istennek megadatott nekem, hogy a válogatottban elég sokszor magamra ölthettem a címeres mezt, amire nagyon, nagyon büszke vagyok. A románok ellen szerzett gólom az egy különösen egy szép emlék számomra, de igazából ott is egy jó csapatba kerültem, és azt gondolom, hogy egy országért játszani, egy embernek egy országot képviselni, annál nem lehet jobb érzés. A 79-szeres válogatott játékos immár 5 éve trénerkedik.
Az új szezonban az NB3-asok vezetőedzője lett. Lássuk, milyen volt az első találkozás. Kicsit megilletődöttnek láttam őket, de hál' Istennek jól fogadtak, úgyhogy örültek, azt gondolom, a jelenlétemnek. A srácok tényleg vevők a munkára, tényleg amit kértem tőlük edzéseken is, megpróbálják megcsinálni. Nyilván még az elején tartunk az egész felkészülésnek, úgyhogy tudom, hogy ilyenkor azért egy kicsit nehezebben indul be a gépezet, de azt gondolom, hogy nem lehet panaszolva a munkájukra. A stábot azt ismertem a srácokat, úgyhogy tényleg egy hullámhosszon vagyunk, úgyhogy öröm velük dolgozni. Sikeres labdarúgó, régóta ismerjük, emberileg abszolút top. Közösen még ugyan nem dolgoztunk, de hasonlóan gondolkodunk a csapatmunkáról, illetve a felkészüléseket is hasonlóan látjuk, ezt átbeszéltük, úgyhogy vártuk már a közös munkát. Az első időszak tapasztalata egyértelműen az, hogy a Willinek talán nincsen tapasztalata vezetőedzői pozícióba, de nyilván meg annyi öltözőt látott kívülről, belülről, játékosként, stábtagként, úgyhogy nem kell neki bemutatni azokat a alapelveket, törvényeket, ahogy egy öltöző és egy játékos működik, és én azt gondolom, hogy megvan a tudása, tapasztalata ahhoz, hogy ő karban tartson egy csapatot vezetőedzőként is. Úgy tűnik a kedvező fogadtatás kipipálva. Lássuk most Willi szakmai és emberi krédóját. Nyugodt ember vagyok, én nem szeretek úgy idegeskedni dolgokon, én inkább a pozitív oldalát nézem a dolgoknak, úgyhogy szeretek inkább mindent megbecsülni, amit az élet megad nekem, és úgy próbálom felfogni az életet, hogy tényleg ez egy adomány nekünk. A pályán nyilván ott a játékosokból nekem ki kell hoznom a maximumot. Tehát azt én nem tudom, hogy légy szíves, gyere ide, hanem ott nekem azért határozottnak kell lennem, de azt gondolom ezt is úgy, hogy hiteles maradjak. Tehát én nem szeretnék csak kiabálni velük, hanem ha megvan nekik, következetesen le van vezetve, hogy mit kell megcsinálniuk, és ugye ebben ők hibáznak, vagy ők ezt nem tudják megcsinálni, akkor nyilván kiabálni kell, de tudnia kell egy játékosnak, hogy mit kell, vagy én mit várok el tőle, és csak utána lehet számon kérni. Én a jó hangulatot azt mindenképpen kérem, és az öltözőben is tényleg egy csapatot szeretnék kovácsolni, formálni. Nyilván ez a másik csapat, nekünk ugye az a szerepünk, hogy kiszolgáljuk az első csapatot, úgyhogy nyilván itt azért lesznek mozgások, lehet, hogy az első csapatból, aki kevesebb játékpercet kap, az lehet, hogy csak mérkőzésre esik be, de nyilván azt szeretném, hogy ezek a játékosok is egy olyan közösségbe kerüljenek, ami tényleg csapat, és a játékosok is egymásért tudnak harcolni. Hogy az újdonsült mester milyen célokkal és érzésekkel vág neki első szezonjának? Nos, ez is kiderül. Nem határoztunk meg így helyezést. Nyilván nekünk fontosabb az, hogy a játékosok minél jobban fejlődjenek, és az a játékos az tényleg kapja meg azokat az intenzív edzéseket, amik egy felnőtt labdarúgáshoz kellenek. Én akkor boldog leszek, hogyha a játékosoknak az öme NB2-től NB1-be tud majd utána játszani. Örülök, hogy itt lehetek, örülök, hogy itt dolgozhatok a Puskás Akadémiánál, és remélem, hogy minél hosszabb ideig itt leszek. Robbanékony. Fáradhatatlan. Technikát. Pontosan lő. Korosztályos válogatott és U19-es bajnok. Somfalvi Bence. Somfalvi Bence vagyok, 17 éves, és a Puskás Akadémia FC2 középpályása. Bár minden tehetség más és más életutat jár be, de annyi általában közös bennük, hogy nagyon korán jó barátságba kerülnek a labdával. Már nagyon kiskorom óta néztem a focit, és 5 évesen a szüleim elvittek egy edzésre Szombathelyre. Ott azt nagyon élveztem, és ott nagyjából az alapokat megtanultam. Hallottam róla, hogy tehetséges játékos, úgyhogy nyilván az előző szezonban is láttuk őt játszani, úgyhogy figyelemmel követtük. Apukám mondta, hogy megkeresett a Puskás Akadémia, és gyorsan hoztuk a döntést. Nagyon jó döntés volt, nagyon izgatott voltam, hogy itt lehetek. Sok új barátot tudtam így szerezni. Támadó szemléletű játékos a Bence.
és ez kisgyerekkorában is már feltűnő volt, illetve az, hogy ő nagyon magas fordulatszámon tudta ezt megcsinálni. Tehát nagy sebesség mellett tudta ezeket a lendületes labdavezetéseit megcsinálni. Ez egy nagy előny volt az ő számára. Nagyon erőszakos és nagyon technikás játékosnak tartom. Nagyon szeretek vele együtt játszani. Jobb vagyunk a pályán is és a pályán kívül is. Azért szeretem a középpályát, mert úgy gondolom, hogy labdabiztos vagyok. Jó helyen van nálam szerintem a labda. Nagyon szeretek labdával mozogni, illetve lőni, cselezni, mint zicselabdákat adni. Szokták mondani, hogy az első benyomás tartós. Nos, Bencének tényleg remekül sikerült a debütálás. A legelső meccsemet U15-ös korosztályban az Ausztria Wien-nel játszottam. Fóri Sobibá volt az edzőm. Akkor nagyon élveztem a játékot, és egy gólpasszt is kiosztottam. És az edző nagyon megdicsért, ez nagyon jól esett nekem. És a csapat is így már látszott az elejétől kezdve, hogy így egybe van. Gyakran túl szoktam magamat cselezni, és ilyenkor ez nagyon rossz mind nekem, mint a csapatnak is, és ilyenkor azt szokták kérni, hogy egyszerűsítsem le a játékot, passzoljak, induljak be, én mozogjak üres területre. Számomra az edzés az nem elég, hiszen előtte, valamikor utána ki szoktam menni gyakorolni, van egy öcsém otthon vele, mindig focizunk hétvégente, most nyáron nagyon sokat fociztunk együtt, és sokat teszünk azért, hogy majd sikerüljön. Otthon is szoktunk gyakorolni, hogyha kell, apa is besegít, és amikor van időnk rá, általában nem nagyon szokott, de amikor van, akkor kijövünk együtt gyakorolni. Összetartó és jó testvérek vagyunk, és segítjük egymás mindenben, hogyha kell. Vancák Vilibá lett az új edző, és nagyon örülök neki, hiszen nagyon sokat tudunk tőle tanulni mindannyian. Nagyon várom már a bajnokságot, és kíváncsi vagyok, hogy hogy fogunk szerepelni. A Sonfalvi család egy vérbeli labdarúgó família. Öccse Barna tavaly az U14-ben nyújtott kiváló teljesítmény. Nem vagyok érző, hiszen öcsém is idejött a Puskás Akadémiára, U15-ös, és mindenben segítünk egymásnak, ha van valami, és nagyon jó, hogy itt van szerintem. Ő is egy cselgép, mint amilyen apukám volt, mint amilyen én is vagyok, ez nálunk családban ez egy ilyen szokás, és nagyon szeretjük ezt csinálni. Hogyha olyan helyzetben, szituációban, amikor mennék kapura vagy helyzetbe, akkor elsodornak, agyonrúgnak, akkor azt mondja, nem szeretem. Ott az a baj, hogy gyorsan elgurul a gyógyszerem, de ezt igyekszem visszafogni, illetve az alattomos dolgokat nem szeretem. Egy élsportolónál megkerülhetetlen a példaképre vonatkozó kérdés. Lássuk, hogy magyar vagy külföldi név jut először Bence eszébe. Nagy büszkeséget tölt el, hogy azon az akadémián focizhatok, ahol Klein Hessler László játszott, és szerintem egy nagyon jó játékos, fizikuma nagyon jó, megy, darál tényleg, és nagyon jól lő. Ez dicséretes választás volt Bencétől, aki egy kimondottan vagány gyerek. Jól látja a világot, és bár tiszteli őket, nem esik azonnal hasra a sztároktól, még Neymartól sem. Szerintem a pályán nagyon jó stílusa van, a pályán kívül ott azért szerintem nem annyira példamutató, mint amilyennek kéne lennie, de ettől függetlenül mindent megtesz a pályán. Nagyon megbízható, bármit meg tudok vele beszélni, és akármikor szólok neki, mindig tud nekem segíteni. A leggyakoribb témák azok a csajok és a foci. Tehetség ide vagy oda, a felnőtt futballban már nem időmilliómos az ember. Az NB3-as szint az teljesen más, mint az U19, illetve az U17-es. Sokkal intenzívebb, és szerintem nagyon hasznos is. Abban mindenképpen fejlődni kell, hogy a játékot jobban olvassa, gyorsabban, és gyorsabb érintéssel, vagy egy-két kevesebb érintésszámmal dolgozom. Végig kell menni, mindent le kell darálni, nem szabad megállni, addig, amíg az edző nem mondja. Gondolkodó játékos, tehát folyamatosan azokat a területeket keresi, amit úgy tud használni, hogy az ellenfelet egy kicsit elbizonytalanítsa. Bence kiválóan megállta a helyét a nagyok között, így a válogatottban is felfigyeltek rá. Amikor jöttem a Puskás Akadémiára U15-be, akkor úgy teljesítettem szerintem, ami elvárható volt.
és ezáltal be lettem hívva az U15-ös válogatottba. Az első meccsünkön a szlovének ellen játszottunk, adtam egy gólpasszt, és a visszavágón pedig egy gólt tudtam szerezni. Végül is ez az utánpótlás képzés lényege. Minél több fiatalt eljuttatni a legjobbak közé, és ebben Bence megtette az első igen fontos lépést. Arra nagyon büszke vagyok, hiszen az volt így az utánpótlás válogatottba. Az első gólom, és erre szerintem mindig emlékezni fogok. Every color of the spectrum, every star up in the sky, the planets aligned for you and I. Azt bizonyára már tudjátok, hogy a Pancsa Aréna és az Akadémia építészetileg világszinten is egyedinek számít. De hogy milyen egyéb érdekességekkel találkozhatok egy ilyen körút során, az gyertek, nézzük meg együtt! A Vál völgyében vagyunk. Az épületnek a tetőszerkezete ezt a változó terepviszonyokat leképezi. Tehát magyarul annyit jelent, hogy az épület beleül, beleolvad a környezetébe. Több mint egy stadion túra. A Puskás Akadémia körút számos, a futballon túlmutató érdekességet rejt a látogatóknak, akik közül sokakat elsősorban az egyedi építészeti megoldások érdekelnek. Mintha egy templomba léptünk volna be. Ha bemegyünk majd a kollégium épületbe, nekem legalábbis ilyen érzetem volt az első idejövetelemkor, mintha egy bazilikába lépnék be. A Puskás Akadémia körutakon lassan 10 éve idegenvezetőként dolgozó, egyben kollégiumi nevelő Dudás József a mai napig áhítattal beszél a látnivalókról, miközben bemutatja a közel 300 éve épült, egykori mezőgazdasági, ma már kollégiumként működő épületet, amelyben még az eredeti kápolna is megtalálható. Szerintem azért nagyon fontos ez, hogy többen lássák, többen érkezzenek ide, hogy azokat a tévhiteket, ami kering a nagyvilágba magáról erről az intézményről, egy kicsit oszlassuk. Ez nem a falunak épült, ez alapvetően az utánpótlás nevelése céljából jött létre, olyan megkötéssel, hogy alkalmas legyen hazai és nemzetközi mérkőzések lejátszására. 2014 óta közel 10 000 embert vittem végig ezen a stadion látogatáson, és voltak olyan tévhitek, amit menet közben eloszlódtak. Mert volt olyan ember, aki olyan ellenállással, olyan lenézően beszélt erről az egész dologról, és miután befejeztük a stadion látogatást, ezt követően odajött és azt mondta, uram, nem gondoltam, hogy ebbe az intézménybe ilyen élet zajlik. Távolabbról be tudjuk mutatni azt a sport és konferencia központot, ami ugye nem oly régen került átadásra. Ott biztosítjuk a gyerekeknek 2 hetente premier előtti filmvetítéseket. Tehát gyakorlatilag egy olyan élet zajlik itt a labdarúgáson kívül, amit érdemes megmutatni a szélesebb közönségnek. A kollégium után a Pancsó Arénán a sor. Innen egy másik túra vezetünk, Hegedűs Anna veszi át a csoportot. Most itt állunk Makovec Imrének a mellszobránál, illetve a róla elnevezett sétányon tartózkodunk jelenleg. Makovec Imre építész a stadion átadását már nem érhette meg, de tanítványa, Dobrosi Tamás tovább vitte az organikus szemléletet, messze földön híressé téve stadionunkat. A VIP szektor kész múzeum, számos relikvia őrzi ugyanis Puskás Ferenc emlékét. Ezeket is csak a túra során lehet megtekinteni. Például az olimpiai aranyérem, ami nagyon egy érdekes dolog, vagy éppen a világbajnoki ezüstérem, de hát ezen kívül ugye Puskásnak a gólkirályi kupáit is meg tudjuk tekinteni, meg hát nem csak olyan dolgokat, amiket mondjuk a foci miatt kapott, hanem amiket mondjuk a rajongók adományoztak neki. Na, 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 na.
érkeztünk a vendégcsapatnak az öltözőjébe, ahogy láthatjátok, azért kék és fehér, mert a Real Madrid mintájára formáztunk meg bizonyos dolgokat itt a stadionban. Máshol ilyen stílusú stadionnal biztos, hogy nem fogtok találkozni. Látjátok ezeket a betonpilléreket, amik bejönnek az ülések közé. Ugye ez kicsit olyan, mintha egy mamutnak az ormányát szimbolizálná, vagy épp elefántét, hogy megint csak egy természeti jelenséggel találkozhatunk itt a stadionban. A körutakon rendszeresen fogadnak külföldi csoportokat is. Ilyenkor angol nyelven zajlik az idegenvezetés. Angliából szoktak, Dániából, Görögországból, sőt még Indiából is voltak látogatóink, úgyhogy igen, szerte ágazó. Ez volt már a Puskás magazin. Én most megyek, ránézek kicsit az enyémekre, a női csapatra is. Ti a teltitek, hűsöljetek, este pedig szurkoljatok a nagy csapatnak az Újpestának. Egy hónap múlva újra találkozunk, addig is focizzatok sokat, hajrá Puskák, sziasztok! Azon gondolkoztam, hogy most mit mondtam rosszul, de semmit. Hú, de már... Hát ezt mit csináljak a széllel? Újra rosszták meg ezt. Jó, ez. Hatos! Figyelj! Csapjak? Nyolc. Ez volt már a Puskás magazin. Én most megyek, és ránézek kicsit az enyémekre, a női csapatra is, hogy nem lazsálok-e. Nem, összemostam. Ezt kérdeztem egy percen. Hú, az mekkora lenne? Hála Istennek!